Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az új kígyósi kábel televízió adását látják. Az új önkormányzat képviselőtestületének tagjai megbízó levelüket október 5-én vették át. Első és egyben nyilvános alakulőülésüket október 12-én tartották meg, amelyet felvételről közvetítünk. Még tisztelettel üdvözlöm az alakuló ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, kedves vendégeinket, ezennel a mai ünnepélyes tanácsülésünket megnyitom. Megállapítottam, hogy az alakuló ülésen megválasztott 13 képviselők közül 12, illetve 14, mert a polgármester is, 14 közül 13 képviselő megjelent, így az alakuló ülés határozó képes, azt ezennel megnyitom. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy mint az új testületnek kor elnöke, sajnos megköszönjem az előttünk működő községi tanács valamennyi tagjának több évtizedes munkáját, amellyel községünket olyanná varázsolták, amelyre még a külföldi vendégek is azt mondták, hogy Vigyózsi igen szép község. És ezt mi tudjuk és érezzük, és azt is tudjuk, hogy ebben az elmúlt vezetésnek, a községi tanácsnak igen komoly feladata és része volt. Külön megköszönjük a végrehajtó bizottság valamennyi tagjának azt az áldozatos munkát, hogy munkájuk mellett felelősség teljesen vezették a községet, és igyekeztek Újkiós község népét szolgálni, Újkiós község népének a javára dolgozni. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem Süli János úrnak, községünk a tanácselnökének 17 éves munkáját, amelyet községünk érdekében végzett. Ő gyűlésein elmondotta, hogy valami között neki is volt a községhez, egy téglát ő is tett a község falába. Én nyugodtan elmerem mondani, hogy ez a tégla nem én volt. Ez a tégla nem csak tégla volt, hanem sokszor fal is volt, amelyben nagyon sok tégla volt. Épp ezért engedjük meg, hogy itt neki, mint tanácselnöknek megköszönjük külön a munkáját, és további jó egészséget kívánjuk az életét. Kedves vendégek, kedves barátaim! Először is mély tisztelettel köszönöm meg a magam és a végrehajtó bizottság nevében azokat az elismerő szavakat, amelyek itt a képviselőtestület egy tagja, a korelnök Szántó Béla tanító bácsinik elmondott. Gondolom, hogy ez a vélemény, alkotás többekkel egyeztetve került ide. Tisztelt képviselőtestület, kedves megválasztott polgármester! Ezúton a magam és a végrehajtó bizottság nevében engedjék meg, hogy szívből gratulálja. Érezzék a község, a nép megbecsülését, munkálkodjunk annak érdekében a jövőben is, teljes józansággal, teljes megfontoltsággal, teljes lelkiismeretességgel. Én még egyszer gratulálok, és azt kívánom, hogy az elkövetkező nehéz munkában érje önöket sok sikerélmény, munkálkodjanak a község javára, ehhez jó munkát és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestületi ülés!
Ezek után javaslom, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg az alapülésen a képviselőtestület. Első pont, a választási bizottság beszámolója a választás eredményéről, előadó Jónás Sándor, választási bizottság elnöke. A második napirendi pont, a polgármester eskütétele. A harmadik napirendi pont, a bizottságok alakítása, melynek előadója részben a polgármester, részben én. A negyedik, megyei küldöttek megválasztása, megyei közgyűlés tagjának jelölése. Elő a polgármester. Ötödik, jegyzőállás betöltéséhez szükséges pályázat kiírása, előadóhoz a polgármester. Hatodik pont, a polgármester hivatal létrehozása, előadó Bozó Imre polgármester. A hetedik, egyéb bejelentések között lesz, a VB titkár rövid tájékoztatója az önkormányzati törvényről és a település helyzetéről. Valamint a képviselőtestület következő ülési időpontjának és témájának a megalapítása. Megkérdem a tisztelt jelenlévő képviselőtársakat, elfogadják-e a napirendi pontokat? Kérem készfelnyújtásra elfogadja. Köszönöm. Úgy láttam, egy hangú ellenvélemény volt, nem? Ugye a képviselőtestület egy hangú szavazatot elfogadta. Ezek után megkérem az első napi rend előadóját, a választási bizottság beszámolóját, a választás eredményéről, felkérem a választási elnökség képviselőjét, számoljon a választási elnökségről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő testület! Községünkben 1990. szeptember 30-án lezajlott a helyhatósági választás, amelynek eredményéről a Választási Bizottság az alábbi jelentést tettük. Községünkben szavazásra jogosultak száma 4389 fő. A szavazásra megjelent 1810 fő, ez a szavazásra jogosultak 41,23%-a. A választási törvény értelmében érvényes a szavazás abban az esetben, ha a választásra jogosultak 40%-a szavaz. 1,23%-a léptük túl ezt a keretet, tehát nem kerül sor, mint nagyon sok helyen az országban második fordulóra. Polgármester az a jelölt lesz, aki az érvényes szavazatok 25%-át megkapja. Községünkben a polgármesteri tisztségét 8 fő indult, és az alábbi szavazatokat kapták el, illetve az alábbi eredményt érték el. Bozó Imre 450 szavazatot kapott, 25,43%, ezzel Újkígyós polgármestere. Süli János 392-es szavazatot kapott, 22,15%. Sódar János 371 szavazat, 20,97%. Kovács Ferencné 186 szavazat, 10,52%. Dúd Zoltán 129 szavazattal, 7,29%. Bába Sándor 108 szavazat, 6,11%. Bárfi István 84 szavazatot kapott, 4,75%. És Berki László 49 szavazattal, 2,77%. A képviselő tisztségért községünkben 47 jelölt indult, listára azonban 44 fő került, mivel időközben egy fő visszalépett, két fő viszont nem érte el a jelölése, tehát listára kerülése szükséges, nem a jelölés, hanem a listára kerülése szükséges ajánlások számára. Választási törvény alapján községünkben 13 képviselőt kellett választani. A képviselők számát a választási törvény az összlakosság létszám alapján határozza meg. Képviselő az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja, tehát ellentétben a polgármesternél a százalékos arányban határozza meg, a választási törvény pedig a szavazatok alapján. Az alábbi eredmények születtek, és itt a legmagasabb számú szavazattal kezdenénk és csökkenő sorrendben. Balog Imre 934 szavazatot kapott. Budai György 893-as, Bangó Gábor 825-ös, Harangozó János 768-as, Bozó József 656-os, Balog Ferenc 637-es, Bánfi Péterné
627 szavazatot kapott, ifjú harangozó Imre 582, dr. Pind József 538, ifjú Bánfi János 532, Gyulai László 473, Zsolt Zoltán 469, és Idő Szántó Béla 467-es. Az itt felsorolt 13 fél alkotja községünkben a képviselő testületet. További eredmények. Dr. Selmeci Géza 454-es szavazattal, Veszki Gyula 446-os szavazat, Seres Péter 438, Korcsok Pál 433, Romári László 402, Forrás Mihály 372, Kis Béla 347-es, Bánáti Otto 339-es, Harangozó János 338-as, ifjú Bozó József 334, Litták Mihály 312, Lengyel László 300-as, Borbély György 283, Olá József 280, Dankóni Tóth Zsuzsanna 279-es, Evanics Mihály 271-es, Litták György 270-es szavazatot kapott, Vince Gábor 256, Zsigovics Mihály 246, Bánfi István 245, Zsigovics Géza 237-es, Juhász Istváné 226-os, Mihut György 225-ös, Krucsányi János 224, Berki László 219-es, Hegedűs András 208-as, Ízú Szekercés Péter 201, Csonka Péternél 199, Buhala Tibornél 160-as, Nagy Tibor 133, és végül Varga Viktor László 106-os szavazat. Tájékoztatásuk közben, hogy mind a polgármester, tehát az indulók, és mind a képviselők, éppen az indulók is, a szavazás eredményéről hasonló részletességi jegyzőkönyvet kaptak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel a választási bizottság működését befejezte mi, a község lakossága, a választási bizottság. Kívánjuk a testületnek, hogy elképzeljük valóra, várjanak valóra, ehhez kívánunk Önöknek erőt, egészséget és sok sikert. Köszönöm a figyelmüket! Megköszönöm a választási bizottság elnökének beszámolóját. Kérem a tisztelt képviselő testületet, szíveskedjenek a beszámolót tudomásul venni. Nem kell szólnunk. Rátérünk a második napi rendi pontra, a polgármester úr testkötétlére. Felkérem Bozonyra polgármester, szíveskedjen kifárad az elnökségi asztalhoz a hivatal eskületi színjámból. Kérem a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni a hivatali esküvőt. Kérem a hímoszt.
Megkérem, hogy kálva eskütét alatt. Még tanulunk el a demokráciát. Várkérünk a polgármesterről, hogy szíveskedjen utána mondani az esküszövegét. Én, Bozó Imre, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hű leszek, az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, Pártatlanul lelkiismeretesen járok el. És a legjobb tudásom szerint. Minden igyekezetemmel új kígyós javát szolgálok. Köszönöm. Gratulálok, polgármesterem. Kérem, kormányzati törvény szerint a polgármester munkabéréről alakuló ülés dönt, és az alakulésen képviselőtestület megdönteni. Az önkormányzati törvény értelmében a munkabér alsó határa a miniszteri fizetés 30%-a, felső határa nem érhet el annak 80%-át. A miniszteri fizetés 65 000 forint bruttóban. Az előkészületek során figyelembe vettük az önkormányzat pénzügyi lehetőségét. Ugyanakkor figyelembe vettük Bozó Imre úrnak korábbi munkabérét. Épp ezért a tisztelt képviselőtestületnek javaslom, hogy a polgármesterünk havi munkabérét bruttó összegben a miniszteri fizetés 60%-ában állapítsuk meg, magyarul bruttó 39 000 forintban. Kérem, szíveskedjenek hozzászólni, amennyiben hozzászólni vagyok a képviselőt. Amennyiben nincs fő hozzászólni, akkor szavazásra teszem fel a javaslatot. A javaslatnál egyszerű többség. Szükséges, tehát nem szükséges, kétharmados többség. Kérem tisztelettel a képviselőtestületet, aki egyetért azzal, hogy Bozó Imre polgármester úrnak a fizetése havi bruttó összegben a miniszter fizetés 60%-a, azaz 39 000 forint legyen, készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. Megalapítom, hogy a képviselőtestület egyöntetően polgármester havi munkabéri, miniszteri fizetés 60%-ában bruttó havi 39 000 forintban állapította meg. Ezek után átadom az ölés vezetését a polgármester úrnak, mint a képviselőtestület megkérem szélségben köszöntöm beiktatásom és a képviselőtestület megalapú ülésén tisztelt hölgyeket, urakat, újkigyós választó állampolgárait, újkigyós lakóit, tisztelt vendégeinket. Először is fogadják őszinte köszönetemet azért a segítségért, amit az utóbbi napokban kaptam. Igen, vegyes értelmekkel szemben állok önök előtt. Örülök, mert győztem, megválasztottak. Azt azonban be kell valahom, erre nem számítottam. Szorongok, mert ha belegondolok a gazdasági és a politikai életben, az ismeretlen rendkívüli feladatokkal terhelt jövőben,
Bizony látom, hogy igen nehéz férfias munka vár ránk. Erőt ad viszont az a tudat, hogy segítőim külön-külön együtt is azt csugalják, nem vagyok egyedül. Önök is úgy gondolkodnak, mint én, egy a célunk, falunk, községünk életének jobbítása, lakóinknak könnyebb boldogulása. Még nem voltam polgármester, de mesterség, csinyát, dinnyát még nem ismerem. De ígérem, mindent megteszek azért, hogy azt jól megismerjem és jól hasznosítsam. Elsődleges célom, és kérem, hogy önöké is az legyen, nyugodtan, higgadtan felmérni, mit vettünk át. Mi a jövő lehetősége és feladatai, ezek ismeretében kialakítani tennivalóinkat. Kérem Újkígyós lakóit, különösen azokat, akik szavazatukat nem rám adták, bízzanak bennem, hiszen akik rám szavaztak, már bizonyították ezt. Munkámmal, cselekedeteimmel, tetteimmel Újkígyós lakóinak szebb és boldogabb jövőjét kívánom elősegíteni. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves munkatársak! Kérek mindenkit, nyugodtan dolgozzon. Becsülettel végezzék feladataikat. Mint eddig, munkatársakra ezután is szükség lesz, ha feladatok maradnak. Ígérem, amint megismerem az ügyviteli szervezetet, a feladatokat nyíltan önökkel megbeszélem, hogyan tovább. Az apparátus dolgozóit külön kérem, legyen segítségemre az ügyvitel ismertetésében. Szívesen veszek minden jobbító javaslatot, ami nem személyes jellegű. Kérem ugyanakkor, hogy a munkatársaimat ne ismertessék. Hadd ismerjem én magam meg azokat. Kérek önöktől bizalmat, mert anélkül nincs nyugodt munka. Ígérem, mindig nyílt leszek, őszinte önökhöz, a falu népéhez, mert meggyőződésem, hogy csak úgy tudunk az önök bizalmának, elvárásainak eleget tenni. Hiszem és érzem, hogy a falu népe olyan vezetőt vár, aki a közös célokat, a falu ügyét helyezi előtérbe. Én ilyen akarok lenni, és ilyen munkatársakra van szükségem. Ebben kérem önök segítségét. Tisztelt barátaim, mindjárt az első alkalommal, mikor mint polgármester beszéltek, felhasználom arra, hogy kérjek mindenkit. A szorgalmas újkigyósi népet, községünk lakóit, termelőszövetkezet vezetői dolgozóit, kemikál vezetői dolgozóit, az ÁFÉSZ vezetői dolgozóit, a rendőrség helyi megbízottjait, az egyház vezetőit, a magánvállalkozói tevékenységet folytató vezetőket, s végül, de nem utolsó sorban az egyesületeket, a pártok vezetőit és tagjait. Ha megértéssel és barátsággal, segítő szándékkal közeledjünk egymás felé, találjuk meg azt a jó szellemi közös hangot, ami úgy érzem, kicsit hiányos volt. Vegyük tudomásul, hogy az önkormányzat azt is jelenti, hogy minden problémánkat nekünk kell itt egymás között megoldani. Szeretnék még néhány szót szólalni a megválasztott képviselőkhez is. Kérem, ne vegyük át a parlamentben most oly divatos pártok közötti ellenséges csatározásokat, ami sokszor személyeskedésbe csapált. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem járható út. A jövőnk és boldogulásunk mindnyájon kezében van. Köszönöm szépen. Ezek után tisztelt tanácskozás a harmadik napirendi pontra térnék át. Tisztelt képviselőtestület! Figyelemmel arra, hogy a képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatát még nem alkotta meg, így indokolt előzetesen dönteni abban,
hogy a minősített többségen belül a képviselőtestület a jelenlevő képviselői kétharmados szavazatarányát, vagy a megválasztott képviselők számának több mint 50%-a szavazatarányát választja el. Javaslom, hogy a jelenlevő képviselők kétharmados szavazatarányát határozza meg minősített többségnek. A javaslatomat kiegészítésre lehet indokolni. Kiegészítés nincs. Ezek után szavazatra bocsátom javaslatomat, ehhez egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak. Kétharmados. Megállapítom, ellenszavazat nincs, tartózkodás nincs. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta az első alternatívát, azaz, hogy a jelenlevő képviselő kétharmados szavazatarányát határozta meg. Tisztelt képviselőtestület! Az önkormányzati törvény 2005 több lakosú településen pénzügyi ellenőrző bizottságot kell választani. Tekintettel arra, hogy a későbbi feladatainknál titkos szavazásokra kerül sor, indokolt az ügyrendi bizottságot is megalapítani. A bizottság elnöke és tagjainak többsége képviselő kell, hogy legyen. A bizottság elnöke és tagja nem lehet hivatal dolgozója. Ezeknek figyelembe véve javaslom a három tagból álló ügyrendi bizottság létrehozását. Javaslom elnökének Lánkó Béla képviselőt, tagjainak Budai György képviselőt, Bodó József képviselőt. Kérek további személyi javaslatot. Elég. Amennyiben személyi javaslat nincs, egyenként szavazatra bocsátom az ügyrendi bizottság tagjait. Szavazatra teszem az ügyrendi bizottságnak elnökének Szántó Béla képviselőt. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Egyfő tartózkodás, Szántó Béla. Egy fő tartózkodás, nem figyeltem, hogy elnézést kérek. Megállapítom, hogy az ügyrendi bizottság elnökének a képviselőtestület 12 igen szavazattal, egy tartózkodással megválasztotta. Az ügyrendi bizottság tagjának választásra bocsátom az ügyrendi bizottság tagjának Budai György képviselőt. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat. Tartózkodás. Megállapítom, hogy az ügyrendi bizottság tagjának Budai György képviselőt a testület 12 szavazattal, igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadta. Az ügyrendi bizottság tagjának szavazatra bocsátom Bodó József képviselőt. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás. Megállapítom, hogy az ügyrendi bizottság második tagját Bodó József 12 szavazattal és egy tartózkodással elfogadta. Ezek után az ügyrendi bizottság elnökének Szántó Béla képviselőt, tagjainak Budai Györgyöt és Bodó Józsefet a képviselőtestület megválasztotta. Pénzügyi ellenőrző bizottság megválasztására javaslom a három tagú pénzügyi ellenőrző bizottságot. Elnökének Harangozó János képviselőt, tagjainak
Gyulai László képviselő és ifjú Bárdi János képviselő. Kérem, hogy aki egyet, kérem további személyi javaslatokat. Elnézést is kérek, hogy hozzászólok, mert úgy tűnik, hogy itt azért ülünk, hogy szavazgatunk. Nos, amiért itt ilyen egyhangú tulajdonképpen a szavazásunk, az azért van, mert mi ezt egy 3 órás megbeszélésen már túlesve hoztuk ide a tisztelt tanácskozás elé. Tehát éppen eleget vitatkoztunk, veszekedtünk. Tulajdonképpen az összhang most már megszületett, és ezért ülünk itt, mint a fakutya, és nem szólunk hozzá egy témához sem, hiszen ezt a héten már volt alkalmunk megvitatni. Ezért nehogy úgy nézzék, hogy a jelenleg megválasztott képviselő testület hát itt a szokásos kézfelnyújtással szavazott, és ezzel kizárta a továbbiakat. Tehát én a képviselő társaim nevében mondom, hogy nem azért vetetjük magunkat hülyének, hogy azért. Köszönöm szépen Balog Imre képviselőtársam hozzászólását. Akkor ennek értelmében képviselőtestület elfogadta az általam jelölteket, és egyenként szavazatra bocsátott. Pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének megválasztásával Haramuzó János a szavazunk. Kérem, két felnyújtásra a szavazunk. Köszönöm. Ellenszavazat. Tartózkodás. Nem tartózkodom, csak elfelejtettem bölünkbe neked. Minden korábban. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 13 igen és 1 tartózkodási szavazat. 12 igen és 1 tartózkodási szavazattal a pénzügyi bizottság Harangozó János elnökének megválasztotta. A pénzügyi bizottság tagjának Gyulai László képviselőre teszek szavazatot. Kérem szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat. Tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a pénzügyi ellenőrbizottság tagjává Gyulai László képviselő 12 igen és 1 tartózkodásra megszavazta. Szavazatot teszem föl ifjú Bánfi János képviselőt a pénzügyi ellenőrbizottság tagjának. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat. Tartózkodás. Megállapítom, hogy ifjú Bánfi János 12 igen szavazattal és egy tartózkodással a pénzügyi ellenőrző bizottság megválasztotta. Köszönöm szépen. Átadom a szót a kor elnöknek, Sámfó Bélának. Megyei napirendi pontként a megyei küldöttek megválasztása, megyei közgyűlés tagjának a jelölése következik. Az önkormányzati törvény rendelkezik a megyei önkormányzatokról is. A rendelkezés szerint a megyei közgyűlés tagjai a települési önkormányzati képviselőtestületének tagjai által megválasztott küldöttek választják meg, ez a küldöttek küldöttek. Minden települési önkormányzat képviselőtestülete kétharmados többséggel, titkos szavazással 3 küldöttet választ. A küldöttek közül legalább 2 a képviselőtestület tagjaiból kell választani. Ez azt jelenti, hogy képviselőtestületen kívüli tag is lehet. A képviselőtestület megválasztott 3 küldött közül az egyiket a megyei közgyűlés tagjának jelölni. Tehát 3 küldöttet kell titkosan megválasztanunk, és a képviselőtestületnek a 3 küldött közül egyet megyei közgyűlés tagjának kell jelölni. Előzetes pontolózás alapján erre figyelemmel a következő javaslatot
nyújtom a tisztelt képviselőtestület elé. Megyei küldöttnek javasolom Balog Imre képviselőt, Bangó Gábor képviselőt és Bozó Imre képviselőt, polgármester urat. Természetes ezen kívül mást is lehet javasolni képviselő közül, vagy esetleg képviselőtestületen kívül. Ahhoz, hogy a javasolt személyek felkerüljenek a szavazólapra, elegendő a nyílt szavazás és a jelenlévő képviselők egyharmadának a szavazata, tehát arra, hogy felkerüljön a szavazólapra. A nyílt szavazásnál a képviselők minden jelöltre szavazhatnak külön. Felteszem a kérdést ennek valamikor. Bocsánat. Tehát további javaslatot is tehetnek ide a képviselők. Ennek alapján felteszem a kérdést, hogy aki óhajt esetleg képviselőt, vagy képviselőtön kívül más személyt még a listára helyezni, szíveskedjen elmondani véleményét, javaslatát, és ugye minden további nélkül felveszik a listára a szavazás előtt. Nincs. Nincsen más, akkor kérem szépen, megkérdezem, hogy Balog Imre, Bangó Gábor és Bozó Imre tagokat ugye külön-külön személyenként szavazásra teszem fel, hogy felkerüljenek a listára. Felkérem a képviselőtestület tagjait, tehát egyértelműen azzal, hogy Balog Imre küldöttnek jelölésével felkerüljön a listára, szíveskedjen kezét felnyitni. Köszönöm, ellenvélemény, tartózkodás. Megállapítom, hogy 12 igen, egy tartózkodás mellett Balog Imre képviselő felkerült a listára. Felkérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért Bangó Gábor képviselő jelölésével, szíveskedjen kész felnyitásra. Köszönöm, ellenvélemény, tartózkodás. Egy. Megállapítom, 12 egyarányban egy tartózkodás mellett Bangó Gáborról is felkerült a listára. Felkérem a képviselőtestület tagjait, akik egyetértenek Bozó Imre polgármester úr jelölésével kész felnyitásra szíveskedjen ezt valami. Köszönöm, ellenvélemény, tartózkodás. Egy. Megalapítom 12 igen és egy tartózkodás mellett Bozó Imre polgármester úr is a listára kerül. Ennek utána kérem, az ügyrendi bizottság feladata következik azzal, hogy elkészíti az ügyrendi bizottság, a megválasztott ügyrendi bizottság a szavazólapokat annyi példányban, ahány képviselő megjelent itt. Kizárva ennek annak lehetőséget, hogy valaki a gombot kétszer nyomja meg a parlamentben. Szavazólapok elkészítésének idejére szünetet rendelek. Felkérem a ügyrendi bizottság tagjait, szíveskedjen szavazás az ügyrendi bizottság elnökének kötelessége ismertetni, hogy amiképpen történik. Szavazni titkosan lehet, illetve kell, ezért a polgármester irodájába fáradjanak be egyenként, minden képviselő külön-külön, és ott döntse el, hogy ki adja a szavazatát. Tehát ugye nem kötelező rá szavazni, ezt írhatod a mást is mégsem. Ezt követően a szavazólapot helyezze a borítékba, majd a lezárt urnába dobja be az ügyrendi bizottság előtt. Az ügyrendi bizottság itt van, mind a három itt vagyunk, minket önök választottak. A jelöltre szavazni a szavazólapon, ugye ugyanúgy, mint a választásra, itt ilyen karika van, akár plusz, akár x, ugye lényeg az, hogy egymást keresztül két vonal legyen. Úgy szíveskedjenek. Érvénytelen az a szavazat, amelyből egyértelműen nem lehet megállapítani, hogy kire adta le a szavazatot a szavazó, vagy nem hivatalos, szavazólapon adták le a szavazatot.
akkor is érvénytelen, ha több mint három név mellett helyeztek, hát nem lett több hely mellett, mert három név szerepel rajta. A jelölt akkor tekintető megválasztottnak, ha jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatát megkapta. Ezt követően kérem szépen az ügyrendi bizottság képviselők részére elfogadni egy szavazólapot és egy borítékot. Ezzel egyedül a képviselőt kivipáljuk, hogy ő megkapta, tehát kizárjuk a kétszeres szavazás lehetőségét. Majd a szavazás befejezése után az ügyrendi bizottság ugye fel fogja bontani az urnát, megszámolja a szavazatokat, fél megállít érdemes és érvényes szavazatok számát, kénytelenül jegyzőkönyvet készít az ügyrendi bizottság, és utána végén én a ügyrendi bizottság elnöke be fogom jelenteni a szavazásnak az eredményét. Addig, amíg majd a szavazás után ez megtörténik, addig majd szünetet fog újra elrendelni, és lesz alapon is végzik a majdolányosoknak. Kérem, a szavazás módja, egyenként fogom szólítani a tisztelt képviselőket. Ide jönnek, és az első képviselő meggyőződik róla, hogy az urna üres, előtte el tudják ragasztani, tehát teljesen titkos legyen. Megkérem, hogy hozzájön a polgármester, hogy szíveskedjen tovább tárgyalni, és átlátom. Thank you.
Urbán Péter és képviselő képviselőm. Szavazás ezzel így befejeződött. Tegnyettel arra, hogy most az ügyrendi bizottság ugye feladta van a szavazók ellenőrzés, összeszámolás és jegyzékügy elkészítése, addig a tisztelt ellenőrzők képviselőnek és vendégének szünetet a rendeletben. Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! A jegyzőkönyv készült ügyös nagyközségben önkormányzati képviselőtestület 1990. október 15-én tartott ülésén megyei küldöttek választásáról. Az önkormányzati képviselőtestület 14 megválasztott tagja közül jelen van 13 képviselő. Az urnában lévő szavazólapok száma 13, az érvényes szavazólapok száma 13, érvénytelen szavazólap nem volt. A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 37. Balog Imre jelöltre leadott szavazatok száma 12, Bangó Gábor jelöltre leadott szavazatok száma 12, Bozó Imre jelöltre leadott szavazatok száma 13. A megválasztott megyei küldöttek, tehát Balog Imre, Bangó Gábor és Bozó Imre képviselőtársával. Kérem tisztelt képviselőtestületet, szíveskedjenek a bejelentéseket tudomásról venni. És javaslatot tennék a megyei képviselőjelöltre a megválasztott három küldött közül. Előjelöl még annyit elmondok, hogy jelenlők tisztán legyenek a dologgal. A megyénél 50 küldött lesz összesen, tehát nem minden községnek lesz önálló küldötte. Lesz, hogy két, esetleg három község összevontan egy küldöttet fog küldeni. Épp ezért mi előzetesen, ugye, mint ahogy a valami képviselőtársunk mondta, igen, komoly vitában alakítottuk ki véleményünket, közös véleményünket, és igyekeztünk úgy dönteni, hogy olyan embert állítsunk megyei küldött jelöltként, aki eléggé ismert ember széles körökben, és aki tudja jól képviselni a megyei küldöttként a községünket is. Én javaslom Balog Imre képviselő a megyei képviselőjelöltségre. Megkérdezem a tisztelt képviselő testület egyetértőnek mennyiben igen, vagy mennyiben nem, valakinek van esetleg nincsen, megkérem, hogy szíveskedjenek szavazni. Aki egyetért azzal, hogy Balog Imre legyen a megyei képviselőjelölt, kérem a szavazását. Köszönöm, ellenvélemény, tartózkodás, ennyi. Megállapítom, hogy egy tartózkodás mellett a képviselő testület elfogadta Balog Imrének, és kívánok neki sikert a választáson, és jó munkát. Ezek után megkérem, hogy előtt a széles figyelmetet is tovább vezet. Tisztelt vendégeim! 5. napirendi pont következtében tisztelt képviselőtársak, a VG titkár megbízatása jegyző kinevezésig tart. Képviselőtestület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozottan időre szól. A kormányrendelet adott ki a jegyző alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályokról, pedig a jegyzővé a cselekvő képes
büntetlen előéleti magyar állampolgár nevezhető ki, aki igazgatási szervezői, államigazgatási főiskolai, vagy állam és jogtudományi doktori képesítésre sem rendelkezik, és államigazgatási szervnél legalább 2 évi államigazgatási gyakorlatot szerzett. A község önkormányzati képviselőtestület az előírt gyakorlat időt a felére csökkentheti. Ezek után javaslatot tettek a jegyzői állás betöltéséhez szükséges pályázat írására a továbbiak szerint. Az önkormányzati képviselőtestület jegyzői állás betöltésének határidejét 1991. január 2. napjára állapítsa meg. A munkakör betöltésének feltételeire javaslom, államigazgatási főiskolai, vagy állami és jogtudományi doktori képesítéssel rendelkezzen. Gyakorlati időnek a 2 évet javaslom megállapítani. A pályázat begyújtásának határidejeként 1990. november 30. napját javaslom. A pályázat belügyi közlöny és a Békés megyei Népújság napilapban javaslom közzétenni. Kérek további javaslatot. Emelni lehet a 2 évet felideig csökkenteni. Jó, oké. Annyit tettem csak hozzá, hogy kétszer kellene megjelentetni, tehát ne egyszerű alkalommal, mert... Egyszerű alkalommal nem biztos, hogy olvassák. Egy kétes eltolódással még egyszer. Egy kétes eltolódással. Tehát nem egy más után követő nap, hanem kétes eltolódással. Hát sok a kétes. Tehát megállapítom, hogy javaslatomat valamire képviselő kibővítette, hogy a belügyi közlönyben és a Békés megyei Népújság napilapban 1 hét múlva ismételten megjelenhessen a pályázati földhívás. Más egyik. Ezek után szavazásra bocsájtom javaslatot. Egyszerű többség szükséges hozzá. Kérem, kész felnyújtással szavazni. Ellenszavazat nincs, mivel egyhangú volt a szavazat, a képviselőtestület javaslatomat elfogadta. Az önkormányzati törvény szerint a képviselőtestület egységes hivatalhoz létre. Polgármesteri hivatal elnevezéssel. Javaslom ezért, hogy a képviselőtestület Újkigyós nagyközség polgármesteri hivatalát hozza létre. A hivatal belső szervezeti tagozódását később a szervezeti és a működési szabályzatban javaslom meghatározni. Addig a hivatal belső tagozódása a jelenlegi szakigazgatási szerv tagozódása szerint működik. Kérem, javaslatommal kiegészítésre, vagy bővítésére van a javaslat. Megállapítom, hogy kiegészítés és javaslat nincs. Szavazásra bocsátom javaslatomat, egyszerű többség szükséges hozzá, szótöbbség szükséges hozzá, kérem, szavazzunk. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Megállítom, hogy a képviselőtestület polgármesteri hivatalt létrehozta. Egyéb bejelentések következnek 7. napi rendi pontban. Felkérem a VB titkárnőt, adjon rövid tájékoztatást az önkormányzati törvényről és a nagyközség helyzetéről. Tisztelt képviselőtestület!
A helyi önkormányzatról szóló törvény szerint a tanácsok végrehajtóbizottságai a képviselőtestetek alapú ülésén működnek. A megszűnő tanács és szervei jogutóda a helyi önkormányzat. Ezért röviden tájékoztatni szeretném a képviselőtestületet a település helyzetéről, arról, hogy mit örököl a tanácstól, melyek az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai. Az 1990. január 1-i népszámolás adatai alapján Újkígyós nagyközség összes lakosainak száma 5916 fő. Ebből 5805 fő állandó lakos. A településen 2125 lakás van, ebből belterületen 2107. A lakásokból 238 egyszobás, 839 kétszobás és 1047 három és többszobás családi ház van. A lakosság jó része helyben, jelentős része vidéken dolgozik. A községben információk szerint jelenleg 14 munkanélküli segélyes van. Az ivóvízszolgáltatást a Békés megyei Víz és Csatornami Vállalat, Villant a Démász, a gázszolgáltatást a D-Gáz végzi. A temető az egyház kezelő tulajdonában van, a Békés Csaba temetkezési vállalathoz tartozik a község. A kereskedelemről. Röviden annyit tudnák mondani. A nagy községben gyakorlatilag minden áruféleség beszerezhető, az áruellátást Békés Csaba és Vidéke AP és 49 fő magánkereskedő biztosítja. Örvendetes, hogy 1990. április 1-től fellendült a magánkereskedelem, ez bizonyítja az a szám, hogy 49 kereskedőből 15-től április 1-je óta tevékenykedik. A szolgáltatást 94 kisiparos végzi. Itt is arról adhatok számot, hogy fellendülőben van a kisipar, ez bizonyítja, hogy április 1-től 24 fő új kisiparos kezdte meg a tevékenységét. A magánkereskedelem és az ipar számának növekedéséből látszik, hogy az újkígyósi lakosság vállalkozó kedvű, bízunk benne, ez nem hagy alá, és abban is, hogy kedvezően segíteni fogja a későbbiekben a központi adóztatás és hitelpolitikai rendelkezés is a vállalkozókat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, a javító szolgáltatás, gondolok itt a háztartási gépek, cipőjavításra, stb. Terén még mindig igen nagy a hiányosság, reméljük, hogy ezen is lesz változás a későbbiekben. A település Dióhéjban történt bemutatása után szeretnék valamivel részletesebben rátérni a tanács és intézmények bemutatására, illetve a pénzügyi helyzet rövid ismertetésére. Újkígyóson működik egy általános iskola, 36 tanulócsoporttal és egy iskolai napközotthon, 6 épülettömben vannak a tanulócsoportok elhelyezve. 52 pedagógus és 19 fizikai dolgozó, itt takarítónők, konyhai alkalmazottak vannak a fizikai dolgozók között, van az általános iskolában alkalmazva és a napközotthonban együttesen foglalkoztatva. 2 óvoda működik, az óvodában összesen 14 óvónő és 10 fizikai dolgozó van alkalmazva. 7 óvodai csoport működik. Van egy községi könyvtár, ahol egy fő foglalkozású könyvtáros és egy félműszakos alkalmazott és egy takarítónő dolgozik. A művelődési házban egy fő foglalkozású igazgató, egy fő adminisztratív alkalmazott van és egy takarítónő dolgozik. Az egészségházban két körzeti orvosi rendelő van, egy fogorvosi rendelő és egy gyermekorvosi rendelő van. A termelőszövetkezető bérelő a Petőfi utcai orvosi rendelő. A községben dolgozik összesen 2 körzeti orvos főállásban, 1 körzeti orvos másodállásban, 2 fő foglalkozású fogorvos, ők szabad kígyóst is ellátják. 1 gyermekorvos és részmunkaidőben 1 nőgyógyászati szakorvos. Az orvosok munkáját segítik 9 fő alállású szakdolgozó, 2 fő félműszakos dolgozó és 2 takarítónő. Községi bölcsödéről.
30 férőhelyen működik. Itt egy vezető, 10 dolgozó van foglalkozott. Ebből 7 fő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozó. A gondozási központban egy idősebb klubja, korábbi nevű öregeknek közotthona, és háziszociális gondozást biztosító és szociális étkeztetést biztosító szolgáltatás van. A gondozási központban összesen 8 dolgozó van. Segíti a hivatásos gondozónők mellett az időskorak gondozását 6 fő tiszteletdíjas gondozónők. A gondozási központ képzőségben az időseknek a háziszociális gondozását és étkeztetését ellátja. A nagyközségi közös tanács létrehozta a gazdasági műszaki ellátó szervezetet, rövidítve szerint a GAMES. A két község oktatási és közművelési intézmények gazdaságügyei és a műszaki ellátásának biztosítása tartozik hozzájuk. E szervezet 4 irodai alkalmazottat és 9 fizikai dolgozót alkalmaz főfoglalkozásban. A tanács által alapított a költségvetési üzem, amelynek további sorsáról a közeljövőben kell dönteni az önkormányzatnak. El kell dönteni, hogy milyen formában kívánja a jövőben működni ezt az önkormányzat. Ezek után szólnom kell a tanácsi intézmények után, a tanács állami gazdatási apparátusáról is röviden. A tanács elnökön, most a polgármesteren kívül és a VB-titkáron kívül 4 csoportvezető és 1 fő kirendeltségvezető. Továbbá 2 fő főelőadó, 3 fő ügyintéző és 2 fő adminisztrátor dolgozik. 1 fő csoportvezető felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 1 fő csoportvezető felsőfokú államháztartási szakvizsgával rendelkezik. 1 fő főelőadó felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. És ugyancsak 1 fő előadó rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A többi dolgozó kivétel nélkül érettségivel és a munkakörére előírt szakvizsgákkal rendelkezik. Az átlagos életkor 40 év. Az apparátus Szabadkígyós és Újkígyós lakosainak hatóság ügyintézését látja el. Dolgozik még a községházán. 2 fő takarítónő, 1 községgazda, 2 félműszakos kisegítő, 15 fő fizikai dolgozó. A fizikai dolgozók gépek üzemeltetői, parkgondozók, személyszelep alkalmazottjai, fürdőgondok, vágói takarító, stb. Talán itt mondanám el, hogy a tanács rendelkezik egy darab markolóval, egy darab MTZ 50-es pótkocsis fontatóval, MTZ 80-as pótkocsis fontatóval, egy darab zetorral, szippantóval, gréderrel, kisrokotrógéppel, láncos árokásóval, úthengerrel, szkréperládával, barkatérkocsival, T100-as lánctalpajzózerral és egy kerti traktorral. A tanácsi intézmények és szakigazgatási szerv bemutatása után szeretnék rátérni a község pénzügyi helyzetére. A két község jelenleg 89.680.000 forintos költségvetésből gazdálkodik. A kiadások 88%-át működési kiadások teszik ki. E kiadásokból 61%-ot a bérek és a bérek után fizetett közteher adja. A további 12% fejlesztési célú kiadás. A költségvetésből az előbb felsorolt feladatokat, tehát az intézményeket kell ellátni és az intézményeket fenntartani. Ez adja a működési kiadást. A fejlesztési célok megvalósítását minden évben a költségvetés jóváhagyásakor a képviselőtestület határozza meg a lehetőségek figyelembevételével. A tanács pénzügyi helyzete. A költségvetés bevételeinek és kiadásának teljesítése szeptember 30-ig időarányos. 1990. október 9-én az OTP-nél vezetett számlánkon 7.201.434 forint volt. Ebből 4 millió forint 22%-os kamatozású pénztárjegyben van. Az elkövetkezendő időszakban a kiadások fedezetére a bevételek fedezetet biztosítanak. Kötelezettségeink, amelyek a következő évekre húzódnak át.
A tanács 1989-ben az újkiosi általános iskola bővítésére és felújítására 5 millió forint hitelt vett fel. Visszafizetés ideje 5 év. A kamat a felvétel időpontjában 20%-os volt. Azóta emelték a kamatot 28%-ra. 1990-ben visszafizettünk 2 millió 300 ezer forintot a hitelőtörlesztéseként, és a harmadik negyedév végéig esedékes kamatot 980 ezer forintot. Amennyiben erre lehetőség lenne, jó volna hitelt mielőbb, minél hamarabb visszafizetni a magas kamat miatt. Az orosházi Rágyanszki kertészettől az 54.189. 11. hó 2 számú DB határozat alapján, amelynél a pártok is jelen voltak és közösen szavaztak, ez az a rendhagyó határozat, amit úgy hoztak, 2500 darab facsemetét vásároltunk 160 forintos darabonkénti áron, 400 ezer forintos összegben. Fizetési határidő 1995. A jelenleg üzemben levő földgáz kisátadóállomás kapacitása betelt. Ahhoz, hogy a két községben a gázvezetékhálózat bővíthető legyen, valamint a meglévő hálózatra új bekötéseket lehessen létesíteni, a gázátadóállomást bővíteni szükséges. A DGAZ Szeged igazgatóságával megállapodást írtunk alá, mely szerint a bővítést 1990. szeptember 15-ig elvégzik. A munkák költsége 12 millió forint. A tanács kötelezettséget vállalt arra, hogy a gázátadó bővítéséhez ebből a 12 millió forintból 3 millió forinttal hozzájárult. 1990. december 31-ig 2 millió forintot utal át a megállapodás szerint a DGAZ számlájára, és 1991-ben pedig 1 millió forintot, tehát a 9 milliót a DGAZ állja. Fentieken kívül más kötelezettsége a tanácsnak nincsen. Tisztelt képviselőtestület! Tekintettel arra, hogy a segélyekkel kapcsolatos intézkedést a lakosság mindig élénkkel figyelemmel kíséri, így szeretnék főbb számokban tájékoztatást adni erre vonatkozóan is. Újkígyóson rendkívüli szociális segélyre 1990. január 1 napjától biztosított volt 657 ezer forint. Ebből 1990. október 11 napjáig 620 ezer forint van felhasználva. 141 fő részesült eseti szociális segélybe. Az eseti szociális segélyek juttatása előtt minden esetben bizottság bevonásával történt a kérelmek elbírálása, ahol a tanácstagokon kívül az utóbbi időben a pártok képviselői és társadalmi szervezetek vezető és véleményt mondhattak. A segélyek elbírálása évek óta kollektív módon történt, kizárva ezzel az ügyintéző szubjektivitását. Rendszeres szociális segélyre a két községben összesen 1 millió 508 ezer forint keret volt biztosítva. Ebből felhasználva 1900 a két községre, ezt azért mondom, mert ugye nem tudhatjuk, hogy kik vannak rendszeres segélyesek, és nem mondhattuk úgy meg, mint ahogy az előbb a felhasználva 1990. október 11 napjáig 1 millió 290 ezer forint. Felhasznált összegből Újkígyós lakosságának rendszeres segélyezésére 962 ezer forint terült felhasználásra. Rendszeres szociális segélyben 19 fő, ebből évközben egy fő részére megszűnt a folyósítás, részesült. És egy fő részére szüneteltetjük a folyósítást. Kiegészítő segélyesek száma 2 fő Újkígyóson, részsegélyesek száma 4 fő, ebből egy fő részére megszűnt a folyósítás évközben. Tisztelt képviselőtestület! Tekintettel arra, hogy a tájékoztatom elején szóltam arról, hogy a tájékoztatom a fontosabb feladatokat említi, mégis úgy gondolom, nem lesz haszontalan, ha igen röviden szólok arról is, hogy az útépítési társulás által önerőből megvalósított útalapok közül melyik utakon volna szükséges az aszfalt burkolás, és az idei áron számolva ez a burkolás milyen költségkiadással járna. A Temető utcán, Jókai és Iskola út közötti szakaszon 307 folyóméteres útalap készült el 89 évben, jelenleg a burkolat költségigénye 330 ezer forint. Széchenyi utcán, a Jókai utca Iskola utca közötti szakaszon készült el 1989-ben az út alap 326 folyóméterben, jelenlegi burkolási költség, jelenlegi áron számolva
343 ezer forint lenne. Akácfa utca, teljes hosszban 623 folyométer, útalap elkészítési ideje 1989 volt, jelenleg díjáról számolva 690 ezer forint a költsége az aszfaltunkolásnak. Fő utcán, Árpád és Jókai utca közötti szakasz, 310 folyométer útalap készült el 1990 évben, burkolási költség 524 ezer forint. Árpád utca végéig 616 folyométer készült el 1990 évben, burkolási költség 874 ezer forint. Összesen az eddig elkészült és burkolatlan útalapok 6533 folyométer, 2.761 ezer forint burkolási költségre lenne szüksége. A későbbiekben a képviselőtestület feladata között kell, hogy szerepeljen építési telket célját történő telekalakítás, mivel jelenleg üres építési telek 20 darab van, az új közutcára nyílt, ez áll a rendelkezés a lakosságnak. Viszonyítási számként tudom mondani, hogy 1989 évben 22 darab, 1990 évben 23 darab építési engedélyt adtunk ki. Tehát a közeljövőben igényként merül fel a telekalakítás kérdése. Anélkül, hogy most részletesen ismertetném a hátralevő feladatokat, mégis szólnom kell, úgy érzem arról, hogy feladatként marad az önkormányzati képviselőtestület számára a vágói felújítása, tetőfelújítás 100 ezer forint körülbelül, fűtéskorszerűsítés 150 ezer forint körülbelül, hűtőkamra agregátorán felszerelése körülbelül 100 ezer forint. Feladatként marad az önkormányzati képviselőtestületnek az egészségházban a gázfűtés megvalósítása, ami körülbelül 152 ezer forint költségigényű. Gondot jelent a jövőre nézve a strandfürdők útjának és berendezésének felújítása, mivel sajnos körülbelül 1960-ban épített strand egész rendszer elavult, felújítása költségigényes. A Kádas fürdő épületének további hasznosítása, az iskolai úszoda felújítása és hasznosítása, a szennyvízteret üzemeltetésének meghatározása ugyancsak az önkormányzati képviselőtestületre vár. Megoldandó feladatként maradt az óvodák épületeinek bővítése, korszerűsítése, továbbá az elavult alsó tagozatos iskola épületek helyett új létesítmény építése, adósok maradtunk a szemétszállítás megoldásával. Szólnunk kell még arról, hogy a már korábban említett D-gázzal kötött megállapodáson kívül kikkel, milyen megállapodást kötött a tanács végrehajtó bizottsága. Elektronikai GMK-val Békéscsaba kötöttünk megállapodást a kábeltelevíziós rendszer üzemeltetésére. Együttműködési megállapodást kötöttünk az erdélyi Csíkszentvíz nevű településsel. Az Aranykalász TSZ-ben megállapodásunk az üzemorvosi rendelő bérlésére. Együttműködési megállapodás van a Békéscsaba Városi Tanács és még 5 további település között a Szociális és Egészségügyi Igazgatási Társulás létrehozására. Együttműködési megállapodás van Békéscsaba Városi Tanács és további 5 község között ár ellenőrzési igazgatási társulás létrehozására. Emlékeztető készült a Nagyközség Tanács végrehajtó bizottsága bevonásával folytatott tárgyalásról a távközlés üzem és az önerős televízió, telefon építési társulás tárgyalásáról. Végezetül szeretném ismertetni, milyen tanácsrendeleteket hozott Újkős Nagyközség Tanács, amelyek jelenleg is érvényben vannak. Tisztaság és strandfürdő működési és egészségügyi szabályzatáról szóló, vásárokról, piacokról szóló, környezetvédelemről szóló, Újkős Nagyközség összevont rendezési tervéhez tartozó helyi építési, illetve községrendezési előírásokról szóló, településfejlesztési hozzásról szóló tanácsrendelet, ez utóbbi csak 1990. december 31-ig lesz hatályban, nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról, házadóról, a helyi tanács ügyfélfogadásáról, Szabadkiós összevont rendezési terve szabályozási előírásairól, Újkős Nagyközség Tanács és tervei szervezetéről szóló működési szabályzat, ami utóbbi szintén hatályon kívül lesz helyezve, amint a önök megalkotják a sajátjukat. Indokolt, hogy a fenti tanácsrendeletet felülvizsgálták az önkormányzati képviselőtestület tűzze napirendre a későbbiekben. Tisztelt képviselőtestület!
A teljes igénye nélkül adtam tájékoztatást. Nem hallgat fel a problémákat, a hátralevő feladatokat sem, a település helyzetéről. Azzal, hogy a tájékoztatónak nem volt most célja az eredmények felsorolása, hanem az volt az indíték, hogy a képviselőtestület képet kapjon az előtt álló feladatokról, pénzügyi helyzetéről, kötelezettségeiről. Bízom abban, hogy a képviselőtestület ülései valóban munkaülések lesznek, ahol a képviselő a helyi közügyek intézésére, a település fejlesztésére, a helyi közszolgáltatások minél jobb megoldására, a lehetőségek feltárására, a feladatok meghatározására összpontosítja figyelmét. Felelősségteljes munkájukhoz e rövid útmutatás, útbaindítás után a végrehajtóbizottság és a magam nevébe kívánok erőt, egészséget, önbizalmat, eredményeket. Köszönöm a figyelmet! Megköszönöm a VB titkárnő rengeteges és kimerítő tájékoztatását. Úgy érzem, a benne rögzített feladatok nagyságát el kell, hogy mélyítsük önmagunkban. Csak erre a jövőben még a pénzügyi lehetőségeinket nem ismerjük. Reméljük, hogy azért december 31-et is meg tudjuk ismerni. Tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlevő vendégeink! Egy bejelentéssel szeretnék élni. Falunkban sok mendemonda terjeng a tanácsi gazdálkodásról. Én meg szeretném ezt a mendemondát akadályozni, újonnan öltsük tiszta vizet a pohárba. Ha nem történt semmi, visszaélés szabálytalanság, akkor szűnjenek meg a pletykák, pedig kalának ilyet, hogy hivatalos vizsgára zárja le az ügyet. Törvénytelenséget azonban minden fölött fontosnak tartom, amit be is kell tartani. Itt gondolok a pénzügyi látodás, milyennyire, és az anyagi átadásra. Pénzügyi átadással kapcsolatomban javaslatom, és ezt a képviselőtestületnek javaslom, pénzügyi revízió, anyagi átadása pedig az évvégi látára adjon biztosítékot. Kérem a képviselőtestületet, javaslatommal együtt egyetemét, amennyiben kiegészítésük van, tegyék meg. Amely javaslatommal egyetértenek, javaslatomat szavazatra bocsátani. Kérem, szavazathoz kétharmados többség szükséges. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. Ellenszavazat. Tartózkodás. Tisztelettel bejelentem a képviselőtestület határozatát, javaslatomat elfogadta. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Bejelentésekben kívánom még előadni következő ülésünk idejét. Következő ülésünket 19-én, pénteken délután 14 órára határoznánk egy javaslaton. Kérem, javaslatomat kiegészíteni, szíveskedjön a bármilyen akadály, ütközön. Kérem, javaslatomat elfogadni szavazással, egyszerű többséggel. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a képviselőtestület következő ülésünk napját 1990. október 19-én pénteken 14 órakor fogja megtartani. A 19-i ülésünk napirendi pontjának javaslom, mivel a költségvetési üzen, mint olyan, 1990. december 31-ével megszűnik. Más egységet kell kialakítani. Így szeretném, ha a képviselőtestület megismerni a költségvetés üzen jelenjét, és előreláthatólag jövőjét is, mert a költségvetés üzenben a képviselőtestület
üzem sorsában jövőben a képviselő testületnek kell döntenie. Ezért a költségvetési üzem helyzete és jövője céljában javaslom az első napi rendi pontot, ha bár napi rendi pontokon majd változtathatunk, előadónak Víg József, gazdasági igazgató és Rákóczi Gáborné pénzügyi vezetőt szépenbe lép. Kérem, a napi rendi pontos javaslata teszem, esetleg kiegészítés. Kérem, az első napi rendi pontra 19-én ülésünk alkalmával szavazzanak. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. Képviselőtestület a 19. képviselő elfegyezte egyes napi rendi pontot elfogadta. Második napi rendi pontnak javaslom az első, a belső ügyviteli munka ismertetését. Milyen szerdai megbeszélünk is a képviselőtestület. Én még jó magam sem ismerem a belső ügyviteli munkát. De a képviselőtestület tagjai is tisztában legyenek, ez irányban szeretnénk tájékoztatást adni, előadóknak megkérnénk a csoportvezetőket. Amennyiben ezzel kapcsolatban vélemény vagy javaslat kérem, tegyék meg. Második napi rendi pontot, ha nincs javaslat, szavazatra teszem, kérem fogadjuk el szavazni. Köszönöm. Ellenszavazat? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Harmadik napi rendi pontnak javaslom az önkormányzati törvény ismertetését, tematika szerint. Az önkormányzati törvényben jogi formájú gondolatok és azok magyarázatával úgy érzem az önkormányzati testületnek nagy szüksége lesz. Azért, hogy a későbbi üléseken az önkormányzati törvényel a későbbi testület tisztában legyen, és ne végtelen vitába keringő döntésekben bocsátkozunk bele, ennek előadóját a VB-titkárnőt Dr. Bálintnét kérni meg. Kérem, javaslatomra, kiegészítést javaslatomra, vagy bejelentést. Kérem, harmadik napi rendi pontomra szavazás, szavazni kíveskedjük meg, kész a minket. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúra képviselőt és testületre a harmadik napi rendet elfogadta. Egyéb bejelentések, más tennivalónk elnapon nincsen, a ülést berekeztem. Köszönöm figyelmüket, és szólok. Tessék, Béla bácsi, korábban nem szeretném. Nem, elnézést kérek a tisztelt képviselőtestülettől és a tisztelt jelenlévőktől, az idékszett rabolom. De mint korelnök úgy gondolom, hogy első ülésünk alkalmával meg kell köszönni a Kuikigyós választópolgárainak azt, hogy mi most itt ülhetünk és a község ügyeit intézhetjük. Úgy érzem, hogy szeptember 30-án azok az emberek, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket bizalmukkal, én úgy érzem, mint korelnök, hogy jól választottak, jól kezekbe tették, hiszen az eddigi összejöveteleink üléseink azt bizonyítják, hogy valamennyi megválasztott képviselő és a polgármester is szívügyének tekinti a község lakosságának az ügyét, érdekét, és én bízom benne, hogy az átmenetlen időszakban is ez így fog lenni. Én azt hiszem, hogy a képviselők egyetértenek azzal is a polgármester is, hogyha valamennyi időben megköszönöm a választott a bizalmát, ígérni nem ígérünk semmit, hiszen tudjuk, hogy nehéz idők fognak ránk jönni, de igyekezünk becsukni el helytállni. Köszönöm szépen! Megköszönöm, hogy korelnökünknek a község falu népéhez tett érzelmi kifejezéseit. Balog Ferenc kíván. Elnézést, hogy közbe vágok. A 39 ezer forinttal kapcsolatos, hogy Dócsban kiszámolt három papírt nem tudja kiszámolni. A nettót kellene megmondani. De ugye 39 ezer a bruttó fizetés. Hogy mondjuk mégis meggondolok, jól számolva jön. Mégis legyen már azt, hogy nem, akkor mennyi a nettó fizetés, amit a polgármester úr fog venni. Igen, szerdán, ahogy beszéltük, nem volt az ennyire egyhangú, hosszas vita után határoztunk így, és ezért fogadtuk egyhangúan a mai ülésünkön ezt el. És
akkor úgy számoltuk, hogy körülbelül 18.400 forint lesz ez nettóba, és azért is határoztunk ilyen magas összeget, hogy ne legyen a polgármesterünknek arra szüksége, hogy másodállásba vagy egyéb tevékenységet kelljen folytatni. Bízunk benne, hogy így teljes energiájával tud a község érdekében dolgozni. Tehát azért határoztunk így ennyi összeget. 18.400 forint. Köszönöm szépen a kiegészítést. Még van-e valakinek bejelentő valója a Dózsoltán? Jelenlevőket üdvözöljük, mindenkinek jó egészséget kívánunk. Egész való évkének. Boldogulást, biztos jövőt. Küléseinket belekezdtük. Köszönjük szépen! Kérem! Köszönjük szépen!